Előnyből Novák. Novák ellövi. Elpattogott majdnem a kapuig a korong. Ott a lövés. Kipattanó is, és sikerül kivágni. Grösül Tamás védekezett jól. 12 másodperc már csak. És nagyon úgy fest, hogy túléli ezt a kettős hátrányt is a Dunaújváros ezen a mérkőzésen. Dránka. Jöhet egyszerre két játékos, Lindgren, illetve Strenk. Strenk áll vissza kis Ákos helyett. Immáron 5-5 ellen játszhatnak a csapatok. Meglehetősen fáradt Dunaújvárosi sorbent, de lehet cserélni mindjárt. Hogyha ez sikerül, ez viszont kiállítás lesz. Mostantól a Dunaújváros játszhat emberelőnyben. Gáncsolásért jár a büntetés Péter Leventének. Gyakorolhatja mindkét csapat az ember előnyös, illetve az ember hátrányos játékot is. Nagyon szépen védekeztek ki, hozzáteszem a Dunaújváros három emberrel ezt az előző nehéz két percet. Most pedig a csíkszeredai védőknek kell helyt állniuk, ők négyen lesznek. Grösül. Ismer le a félre. Az első próbálkozás nem megy be. Üsnek. Azari. Grösül nem tudja bent tartani kézzel sem. Molnár Zsolt indulhat meg hátrányban. Molnár Zsolt nem találja el a korongot. És aztán elcsúszik Molnár Zsolt. Üfner. Hvatal. Peterdi. Azari. Azari megpróbálta éles szögből. Nem volt egy rossz kísérlet. Peterdi. Hvatal. Azari. Túloldalon Peterdi szedheti össze, még bő fél perc van hátra az emberelőnyös helyzetből. Dunaújvárosokat annyira nem sürgeti az idő 2-0-ás előnyben. Hüfner lepattan a korong, ott van még, Kozuk próbál falat építeni, de nem sikerül megúszni Peterdi Imre. Peterdi 10. gólja a bajnokságban. 3-0-ra vezet a Dunaújváros. Amikor már úgy tűnt, hogy kivédekezheti ezt a hátrányt a Csíkszereda, a végén Peterdi Imre pontos befejezésével megszerzi a harmadik találatot a Dunaújváros. 3 perccel a második harmad vége előtt. Somogyi, Kisákos és Peterdi. Hármat ver a dunaújvárosi harang. Gósa. Van-e innen visszaút a Csíkszeredának? Lindgren. Pap Viktor. Kis Dániel. Novák. Kis. Pap. Pap viszi el keresztbe. Visszafordult tenyeres oldalra. Az összjáték most nem volt pontos. Mihály Ede. Václav Novák. Urtáj.
Kovács el. Azari! Azari! Kapuvasat találta el Azari! Mekkora gól lett volna, hogyha csak egy centivel beljebb megy ez a korong. Óriási Azari lövés. Pontosan megnézte magának a jobb felső sarkot Azari, és kis hián el is találta. Csíkszeredai kiállítás közben. Kósa, az akinek le kell ülni a büntetőpadra. Így az utolsó másfél percet ember hátrányban töltheti Csíkszereda a második harmadban. Ott a lakasztásért kapta a büntetést Kósa. Virág Tamás, Azari. Azari még. Sikerült kilőni a korongot. Szevelá. Nem akarja azzal húzni az időt, hogy magánál tartja. Azari. Frank próbálta összeszedni. Az utolsó perc következik a második harmadban. Hüfner. Pontos játék egyelőre. Strenk érkezik középen. Nincs passz, csak most. Vatál! Vatál! Nem találta el a kaput. Hatalmas erő volt a védő löketében. Virág. Kipattan Kozukról. Vatál. Fél perc még. Sikerül kiütni a csíkszeredai csapatnak. Somogyi érkezik. Molnár Szabolcs. Eddig ezt az emberelőnyt játssza meg a legrosszabbul a Dunaujváros a mérkőzésen. Tudott még igazán komoly gólhelyzetet kialakítani a Dunaujvárosi csapat, de 3-0-nál azt gondolom, hogy ez azért nem olyan nagyon vészes dolog. Somogyi góljával vezetett az első harmad után a Dunaujváros, itt a másodikban pedig Kisákos mellett Peterdi is eredményes volt, a Csíkszereda pedig még a kettős emberelőnyt is kihagyta, pedig két percig játszhatott kettős forban a vendégcsapat. Ennél azért jóval hatékonyabb játék kell a Csíkszeredától, hogyha azt akarja a székely csapat, hogy legyen esélye a záró harmadra. Innen folytatjuk rövidesen. 3-0-ra vezet tehát két harmad után a Dabdokler.